Július közepén egy világszintű informatikai hiba megbénított többek között bankokat, légitársaságokat és médiaszolgáltatókat is. A probléma Debrecent is elérte, és arra gyanakodtak, hogy egy cég vírusírtójának hibás frissítése okozhatta a problémát. Hogy milyen információk derültek ki az eset óta, illetve milyen utóhatásai vannak a világszintű eseménynek, erről lesz szó ma este. A stúdióban köszöntöm Erdei Csabát, az ACPM IT ZRT tulajdonos cégvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor pontosan nekünk, talán kissé laikusoknak, mi is történt itt július közepe tájékán? Ahogy a felvezetőben is szerepelt, valóban az történt, hogy egy olyan szoftver, ami egyébként arra szolgál, hogy megvédje az ügyfeleknek a rendszereit a különböző kibertámadásoktól, ennek egy nem tesztelt, vagy nem jól tesztelt, nem megfelelően átgondolt frissítése sajnos olyan problémákat okozott, hogy leállította azokat a gépeket, ahova ezeket a frissítéseket telepítették, megállt az operációs rendszerük, ezt úgy hívják, tehát maga az alapfuttató rendszer, ami ugye üzemelteti a gépeket, és mivel, hogy ez a szoftver az a világ egyik legjobb volt a saját területén, elképesztő nagy felhasználói táborral, a Forbes 500-as listájának, a cégeinek a zöme használta például ezeket a szoftvereket, vagy használja ezeket a szoftvereket, ezért összesen 8,5 millió gép volt érintett ebben az ügyben, és ebből következik, bár a Microsoft ugye azt mondta, hogy ez csak a gépeiknek az 1%-a, de hát ez az 1% is hatalmas, és gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy mivel leálltak a számítógépek, komplett számítógépes rendszerek, komplett cégeknek a teljes rendszere, ezért gyakorlatilag egy nagyon hatalmas globális leállás történt. Amerikában nagyon súlyos, de nagyon durván átgyűrűzött az egész világra, Európában is. A légi közlekedés az tragikus volt azokban a napokban például. Miért veszélyes egy-egy ilyen leállás? Hát nyilván azért, ami történt, tehát a manapság a legtöbb cégvezető, amikor gondolkodik arról, hogy ő milyen cég, akkor ugye az alapvető működése alapján határozza meg magát, és nem gondolja azt, hogy egy informatikai cég, és én mindig szoktam is edukálni a cégvezetőket, hogy ők nyilván nem egy informatikai cég, de gondoljanak bele abba, hogyha mondjuk leáll egy napra, 5 napra, 2 hétre az informatikai rendszerük, akkor vajon tudják-e folytatni azt a gyártást, azt a szolgáltatást, azt a kereskedelmet, vagy bármi egyebet, tudják-e, hogy hova kell szállítani az árut, tudják-e, hogy honnan fog jönni az anyag, amit nekik mondjuk be kell építeniük az adott termékbe, összeomlik az ellátási lánc, nem csak a szoftveres, hanem rossz esetben a fizikai is. És lehet tudni, pontosan mi okozta ezt a hibát? Esetleg emberi oldalról, vagy milyen? Nagyon érdekes volt az, hogy az első pillanattól kezdve mindenki kommunikált, hogy ez nem kibertámadás volt, nem hacker támadás volt, nem az történt, hogy kompromittálták ezt a szoftvert. Az lett volna még csak az igazán nagy blamás. Egyébként mellékesen jegyzem meg, hogy 2019-ben, 20-ban, 21-ben történtek olyan esetek, amikor biztonsági szoftvereket kompromittáltak támadók. Uh-huh. Itt valószínűleg ezért próbálták ezt minél előbb tisztázni, hogy nem ez a probléma. Nagyon úgy tűnik, ugye ezek a biztonsági szoftverek, ezek kivételezett helyzetben vannak abból a szempontból, hogy sokkal mélyebben hozzáférnek a szervereknek, a gépeknek az operációs rendszereihez, nem úgy, mint mondjuk egy játék. Tehát az, hogyha egy játék mondjuk összeomlik, annak nem sok hatása van az operációs rendszer. Ezek mivel pont amiatt a funkció, mivel a biztonságra vigyáznak, és akkor próbálnak minél teljesebben elvégezni ezt a feladatot. Nagyon mélyen hozzáférnek az operációs rendszer egyes elemeihez, és itt konkrétan az történt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Microsoft operációs rendszernek egy úgynevezett kernel modulját érintette ez a frissítés, elrontotta, és emiatt maga az operációs rendszer nem tudta elvégezni a munkáját. Tehát, és maga a jelenség az volt, hogy frissítést küldtek automatikusan erre a 8,5 millió szerverre. Ez egyébként szakmailag is mondom, ez nem szép dolog. Ugye az esetek nagy részében az üzemeltetők eldönthetik, még az operációs rendszer frissítésnél is, hogy telepítik, várnak 1-2 napot,
jobb esetben mondjuk felrakják tesztrendszerre, minden rendben van, és aztán telepítik. Na itt erről szó sem volt, tehát itt a gyártó gyakorlatilag kipussolta, kitolta az érintett szerverekre, és ezért történt az, hogy automatikus módon, hát gyakorlatilag mit tudom, percek, órák alatt 8,5 millió érintett leállt gép lett az eredménye ennek a frissítésnek. És milyen utóhatásai vannak ennek az események most, ha úgy nézzük az érintett cég részéről is, illetve azokkal, akikkel baj történt? Ugye ennek a hibának különösen súlyos hozadéka volt az, hogy ezek a szerverek gyakorlatilag üzemképtelenek voltak, és távolról nem is lehetett őket megjavítani. Tehát ezt a 8,5 millió gépet gyakorlatilag meg kellett látogatnia egy informatikus kollégának, hát nyilván nem egynek, hanem több tízezernek, és egyesével kellett őket újraindítani, és ezt ugye elképzelhetjük, hogy mondjuk a Delta Airlines légitárság, amerikai légitárság, akinek rengeteg helyen van, rengeteg szerver, rengeteg gépe, és ugye a légiközlekedés meg összeomlott, tehát meg kellett ezeknek a nagy cégeknek oldani azt a feladatot, hogy minden egyes telephelyükre, minden egyes helyükre, ahol szerverszobájuk van, oda jusson megfelelően kompetens informatikus, a megfelelő eszköze, és egyáltalán helyreállítsák ezeket, illetve miért tartott ez napokig, ez egyébként, hát több mint egy hét után nyilatkozta azt a Microsoft, hogy elméletileg már a gépek 97%-át helyreállították, tehát ez egy hétig tartott. Ugye abba gondoljunk vele, hogy van egy bonyolult összetett rendszer informatikából, különböző szerverek által nyújtott különböző szolgáltatások egymásra épülnek. Mondok egy példát, ugye nem tudjuk elindítani addig az alkalmazás szervert, amíg nem megy az adatbázis, mert ugye kellenek az adatok. Igen ám, de az alkalmazás szervert nem tudjuk elindítani addig, amíg nem tudjuk hitelesíteni a felhasználókat. Tehát akkor kell az a szerver is. Tehát van egy újraindítási sorrend, ami nagyon nem triviális, ugye minél bonyolultabb a rendszer, annál inkább nem. És nem elég, hogy újra kellett ezeket indítani, de jól kellett újraindítani, hogy a szolgáltatások megtalálják egymást. Úgyhogy ez iszonyatos nagy kárérték, több milliárd dollár egyébként. Gondolom az érintettek nem hagyják annyiban. Nem is akarok becsülgetni, becsülgetnek, látszik, hogy milliárd. Igen, nagyon úgy tűnik, hogy van komoly utóhatása, például az említett Delta Airlines, akinek néhány nap alatt több ezer járata került törlésre, meg késés volt, meg minden egyéb. Ők most úgy tűnik, hogy beperelik a CrowdStrike nevű biztonsági céget, aki okozta ezt az egész balesetet. Ami egyébként azért érdekes, mert ezek a szoftvergyártó cégek általában a szerződésbe kikötik, ugye, hogy nem vállalnak ezért felelősséget, de én szakmailag azt gondolom, hogy ez a mai világban azért tarthatatlan. Tehát ha egy élelmiszeripari példát vennék, akkor ez körülbelül olyan, hogy én csinálok párizsit, de ne kérdezzétek meg, hogy mi van benne, és ha bárkinek bármi baja lesz, arról én nem tehetek. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szinten ezt a felelősséget ezt nem lehet elhárítani. Hát ők igenis felelősek. Mondjuk azért, hogy azt a szoftver frissítést gondosan letesztelték-e, megnézték-e, hogy minden rendben van. Itt egyébként ezt állítja a cég, hogy az nem zajlott le megfelelően a tesztelése a frissítésnek. Abszolút laikusként gondolkodva azért abba belegondolni, hogy egy ilyen viszonylag, ha apróbb hibának nevezzük, gyakorlatilag meg tud bénítani egy világot, ilyen világban élünk most. Ön szakemberként hogy látja, hogy merre felé haladunk? Hogyan lehet ezt a későbbiekben kivédeni? Hát őszintén szóval ez egy rémisztő, szakemberként is ez egy rémisztő helyzet. Én szoktam azt mondani, hogy ugye az informatika még egy fiatal tudomány, mondjuk a bányászathoz, a hídépítéshez, de még az autógyártáshoz képest is. Ugye 50-es évek óta építünk mondjuk szabad szemmel jól látható számítógépeket, vagy mondjuk a 40-es évek óta, és kicsit vadnyugati a helyzet. Sokkal-sokkal bonyolultabb rendszereket építünk most, mint amit valójában át tudunk látni, és ez ugye a Covid-ban egyébként is egy ilyen nagyon erőltetett digitalizáció zajlott, mindenki kiment az internetre, elektronikus kereskedelem, elektronikus szolgáltatások, ez ráadásul felgyorsította ezt, és most azt láthatjuk, hogy rengeteg szolgáltatás épül egymásra, és sajnos az ilyen nagyon elterjedt szolgáltatásoknál, hogyha baj van, akkor az világszintű problémát tud okozni. Én a jövőt azt látom, hogy nagyon erős szabályozás, nagyon erős folyamatok, eljárások, tehát hogy az autóipari példához visszajöjjek, egy-egy baleset után, amikor látták, hogy azok az autók mondjuk a törésteszteken nem teljesítenek jól,
akkor meghozták a szabályokat, hogy már pedig nem lehet úgy autót eladni, hogy nincs megfelelő törésteszt, nincs megfelelő biztonság, a motor ne jöjjön be az utastérbe. Informatikában vannak szabályozások, jó szabályozások, sőt évtizedek óta vannak szabályozások, de azt gondolom, hogy körülbelül most jött el az idő, amikor ezeket egyre szigorúbban és egyre komolyabban fogják venni, és azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen CrowdStrike szintű gyártónak nem elég lesz azt mondani a részvényeseknek, hogy ők tényleg jól csinálják, hanem ezt adott esetben tanúsítványokkal, papírokkal, vizsgálatokkal, jegyzőkönyvekkel, auditokkal és minden egyébvel bizonyítaniuk is kell majd. Hát akkor reméljük, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem ma este. Én köszönöm. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!